ezt a jó szemmel, hogy átadtam, de most sem nézik, nagyon jó szemmel, de azért átadom ezt a könyvet, jó? Ördöglakat a címe. Önnek mond valamit az, hogy ördöglakat, igaz? És dedikálatom. Segítsen nekem. Az ördöglakat ügyben? Igen. De mert azt gondolom, egy jó promóció a könyvének ez az alkalom, és én segítek. Igen, tudja kinyitni, tehát önök számunkra egy ördöglakat, a szocialisták egy ördöglakat, és ezt megpróbáljuk megfejteni a világkormány felépítése és az összeesküvések. Tudja, van összeesküvés elmélet? Hallottam már ilyen. Nem ért vele egyet. Nem ért egyet, nem baj. Na, akkor össze az újságot, mert ez saját magunk szerkesztünk itt egy ellenzéki újságot, arról mi nekünk fontos. Nagyon ugye, kedves, a mostani rendőrség, aki önöket védi, most arról van jó néhány adalék, tehát mi nem vagyunk velünk rosszban, de megírjuk ugyanúgy önökről, de önökkel rosszban vagyunk, ezt tudja. Jó. Tehát az ördöglakatot ezt megírtam szépen. Ön olvasó ember, ugye? Szoktam igen olvasni. Neki kell gyűrközni, akkor is mondtam, hogy nehéz lesz, de próbáljon neki gyűrközni, hát ha megérte, hogy hogyan is dolgoznak önök, meg élnek. Rendben, köszönöm szépen. Jó, akkor kinek ír, kinek dedikálatom? Ahogy gondolja. Akár nekem is. Gyurcsány blokk könyveid, ez 2800 forint. Az MSZP-nek. Jó, most már igaz. Azt adtam arra, nem kaptam reakciót, tavaly vártam. Majdnem be is jövőre voltam. Majd találkozunk. Jövőre jön, újra jönnek, kopogtatnak. Hogy a közös könyvtárban mindenki tudja majd olvasni. De beírok ide egy kötelező példány. Kimi összen összevenek. Régen állnak itt egyébként? Nagyon régen álltad bennünk. Több ezer évig. Lefagyott lábba. Ja, több ezer évig. Csak azért siettem, hogy nem. Tudja, hogy felvétel készül. Be is tudom én vacsorázni, ha meghívnak, akkor szívesen. Ellen bármikor felhasználható anyagokat. Jó pofa ember a sajtóval, miért nem vagy a CV-ben, miért nem jó, ilyen kedves? Én abszolút kedves vagyok a sajtóban is. Lehet, hogy azt a részét kivágják, amikor kedves vagyok. Én csak a tévét nézem, mondjuk, az hát nem egy jó sajtó. Lehet, hogy ott kivágják. Megnézem azért a Dunát is. Jó. Én bizalommal írom, jó, mert ebben van egy biza és egy lommal. Én ilyen szóvicces ember vagyok. Hogy elolvassák először ez, jó? Utána odaírom, hogy tanulnak belőle, megértik, jó? Ez a következő, megértik. Kicsit szarkasztikus vagyok, mert önök velünk elég rosszul bánnak, tudja, és azért mi próbáljuk megérteni az önök lelkével, hogy mi késztet egy fiatal ember, egy kedves, mosolygós ember, egy ilyen nemzet árulásra. Tudja, miről beszélek? Hogyne. Tudja, december 5-e meg a többi sorozat. Azt leírtam ide minden. Nem. Jó, tehát, hogy megértik, ezt írtam ide, itt egy futtában. Megértik, és hasznos lesz, jó? Na. És használ önöknek. Nem. Ha használ önöknek, akkor ebből lesz egy rendszerváltás. Jó vagy, Józsikám, jó. Jó, ezt leírom. Ez az én nem egy Ciki Károly, kicsit nehezen olvasható, de elírom, hogy vitéz. Jó. Tudja, mit jelent, hogy vitéz? 47-es törvény szerint nem szabad használni ezt. Tudja? Tud róla? Parlamentben. Még megszavazták. Elírom azt is, hogy lovag. Ez mind a kettő igaz. Jó? És én színész vagyok egyébként, tehát erről értem. Megismernek majd a színpadról. Ezt a sálat tudja mi? Tudom, hogy ne tudnám. Ez milyen sál? Azt hiszem arab-palesztin sál. Palesztin igen. Sál. Tudja miért van ez? Mindjárt el fogja mondani, azt gondolom. Egyetért a palesztinok kivégzésével most? Nem, senkinek a kivégzésével. Lebombázással nem ért egyet. Senkinek a lebombázásával nem ért egyet. Hát önnek még barátunk is ezt a végig. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Gyakorol még egy pillanatnak. Bocsánat, még itt a másik petíció. Azért, mert én rövidebb leszek. Hallottuk, hogy azért van ez a kormányülés, hogy hát a jobb oldal előtérés, a Jobbik előtöréséről, annak az okairól beszélgessenek, és ezeket megtárgyalják. Én úgy gondoltam, hogy segítünk abba, hogy én összeírtam a Jobbiknak az előtörésének az okait, ezzel is, hogy segítsük a kormánynak a munkáját. Kérem, olvassák el ezeket a pontokat, hogyha megfogadják, akkor lehet, hogy nem is kell többet. Jó, pártelnökségülés van, de mindent el fogok mondani, ami itt történt. Köszönöm szépen. Jobbulást kívánok önöknek, jobbulást, egy stílusosan. Egy pillanat, tényleg valami. Jobbulást, így van, jobbulást. Ha valami probléma lesz, akkor majd a kórházban. Ja, így. Hogy garantáljuk, hogy be fog fejezni. Nem mondtam, hogy legalább az, hogy vissza az egyik kormány. De most mit válts ettől az embertől, Ali? Jó, gyerekek, teljesítettük a kötelezettséget. Jövőre is lesz. Köszönjük egy könyv. Köszönjük a felügyeletet. Jövőre már nem lesz. Jövőre már nem lesz. Ki nem kapott újságot egyelőre? Megkapták? Remélem, hogy az ott. Jövőre már okafogyottá válik. Bízunk benne, adja jó Isten. A próféta szólna belőle. Csörlöttél minden? Ez igen, a nyakunk. Jó.